Nagy örömünkre szolgál, hogy Szabadkán láthatjuk vendégül önt. Meséljen nekünk egy picit a formációról, mutassa be a hallgatóinknak, illetve mire számíthatnak azok, akik ellátogatnak csütörtökön a koncertre? Hát először is hadd mondjam el, hogy nagyon nagy öröm az, hogy Szabadkán léphetünk fel ezzel a formációval, még sosem léptünk fel. Pláne egy olyan fantasztikus helyszínen, ahol majd csütörtökön fogunk játszani, és remélem, hogy nagyon sokan lesznek velünk. Egyébként a Let's Swing című műsorunkat fogjuk előadni, amely ezelőtt 5 évvel a Budapesti Művészetek Palotájában debütált, de akkor egy kicsit felturbozva, úgymond, Kern András színművésszel, Budi és a Swing címmel. És ennek tulajdonképpen a zanzásított verzióját fogjuk előadni Szabadkán, tehát ennek az estnek csak a zenei részét, mert az eredeti az tulajdonképpen Woody Allen életét, írásait, filmjeit járta körbe Kern András színművész segítségével, úgyhogy most András nem lesz velünk, de azt gondolom, hogy a zenei anyag magában is elég érdekes és szórakoztató tud lenni. Tehát itt a swing zene legjavát fogjuk eljátszani, egy-két olyan dalt fogunk új köntösbe ültetni, ami még meddig milyen formán nem hallhattak, illetve lesznek egyvelegek is. Úgyhogy egy nagyon szórakoztató, könnyed, swinges estére számíthat az, aki eljön a koncertre. Egyébként ezen az estén zongorán Pataj György fog játszani, Hárs Viktor fog bögözni, és a doboknál pedig Pusztai Csaba. Angol és magyar nyelvű dalszerzemények egyaránt elhangzanak majd? Nem. Itt csak angol nyelvűek lesznek, tehát ez a Let's Swing című est, ez ugye a legnagyobb swinges örökzöldeket foglalja magába, és tulajdonképpen, amit már említettem is, tehát a Woody Allenhez köthető, a filmjeiben, szinte az összes filmben megtalálható, hallható a jazz. Maga Woody Allen is remekül környezetezik, illetve imádja a jazz, tehát innen jött az ötlet. Úgyhogy hát ebből adódóan magyar nyelvű dalok most sajnos nem lesznek, hanem csak angol nyelvű, de a legismertebb örökzöldek hallhatók, amit szerintem minden kedves néző hallgató ismer. Habár lehet, hogy elmondhatjuk, hogy a swing és a jazz valamilyen szinten azért réteg zene, tehát hogy megvan az a közönség, akik szeretik, de azt hiszem, hogy ez a koncert, ez mindenféleképpen mindenkinek érdekes lehet és szórakoztató lesz majd. Hát azt gondolom, hogy igen, mert az a vokális jazz zene, pláne amiket tényleg hallhatunk filmekben, rádióban, a tévében, és azért most már a jazz annyira nem réteg zene, mint régen volt. Tehát azért nagyon sokan énekelnek jazzt. Én is ugye én a popzenéből jövök alapvetően, én sose gondoltam volna még 10-20 évvel ezelőtt, hogy jazzt fogok egyáltalán énekelni, és ez egy annyira, tehát ez a swing, ez meg aztán a végképp könnyedebb kategória, amiben mindenki valamilyen szinten el tud merülni, illetve magával sodorja a zene, és tényleg itt a legnagyobb slágerek, a Cheek to Cheek, a As Time Goes By, a New York, az I Got Rhythm, meg még egy csomó olyan sláger, Night and Day, tehát olyan dalok, amiket igazából, ha még a címről nem is, de biztos, hogy egyszer-kétszer hallhattak. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon befogadható, könnyen emészthető esteles, és nagyon szórakoztató lesz. Úgyhogy bátran ne féljenek a jazztől a kedves hallgatók, mert szerintem nagyon jól fognak szórakozni, de én azt gondolom, hogy ezt már nem is kell nagyon tukválni az emberekbe, hiszen már a jazz, mint már említettem, nem egy réteg műfaj, hanem nagyon sok ebből adódóan crossover produkció is létrejött, tehát a jazz, amiről nem is gondolnánk, hogy jazz, az is jazz, tehát hogy abban is lehetnek jazzes elemek, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy jazz nem egy életveszélyes műfaj, hanem pont egy nagyon szerteágazó, és pont én a játékosságát, az improvizációt, és az, hogy igazából rengeteg felé nyit a jazz, tehát egy nagyon-nagyon sok mindennel párosítható műfaj, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből fogunk egy kis ízelítőt adni csütörtökön.